a legszebb mondat, amit, amit, mondott nekem, nem most, hanem még, még, még miután szakítottunk, szerintem egy év, valahogy úgy a környékén, hogy az a legrosszabb, és ez szerintem gyönyörű mondat az egy férfitól, hogy nem fogom látni, hogy minden reggel, hogy választott ki a ruháidat, hogy hmm. mit veszel fel. Hát a szívfájdító Igen, mondat. igen. 20 fogalom van előtted, valamennyi az életed egy epizódjára, személyére, egy mondatára utal. Igyekeztem úgy összeállítani a fogalmakat, hogy ne legyen egyértelmű, elég talányosak. Ebből te maximum 12-t választhatsz. Tehát te fogod eldönteni, hogy miről beszélgessünk, de Isten igazából nem tudod, hogy milyen téma következik. Fölolvasom a témákat, csak hogy a hallgatók számára is ez egyértelmű legyen. Tehát Borbély Alexandra a következőkből választhat. Kettősség, pretty woman belépő, fontossági sorrend, oltalom, egérút, senkinek semmit, messzi távolból, fogadtatás, pánik, ikertornyok, szívritmuszavar, mennyi, 30, kicsek, különbejáratú főnök, vetélkedők, problémamentesen, GPS, mikor, veszedelem. Van olyan, amit elsőre el szeretnék kerülni? Vagy olyan gyanús? És mi van, ha te valamit azért hívtál ide engem, mert valamire nagyon kíváncsi vagy velem kapcsolatban, és nem fogom választani. Akkor az kimarad. Tényleg? Az kimarad. Abszolút, ez a te döntésed. Ha viszont Persze ugyan... nem tudhatom, hogy nem kapcsolod-e valahogy hozzá. Hogy ez benne leg, van. Ugye? Ez, ez, abszolút benne van. Így van. Mindenre mondhatod azt egyébként, ha azt mondod, hogy erről nem szeretné beszélni, de nincsenek benne, tehát ez nem bulvár vagy falhozállítás kérdések. Na mit szeretnél? Először miről beszélgessünk? Legyen az ötödik. Az ötödik, az az oltalom? Nem tudtam, hogy mi az, mert most J úgy érzem, hogy hogy lesz egy-kettő, amit nem, de egyébként meg... Meg bármi lehet. Aha, igen. Egyébként is kíváncsi voltam rá, hogy te milyen kérdéseket fogsz nekem feltenni. Készültem. Remélem, hogy sokrétű lesz. Az oltalom azt jelenti, hogy tudomásom szerint, amikor te ö, felvételiztél, de nem vettek föl, egy évig te a Nemzeti Stúdiójában voltál, akkor Csúlya Imre felajánlott neked egy lehetőséget, hogy nála, náluk élhetsz. Ez igaz? Ez igaz. Te ismertétek egymást korábban? Nem. A Csúlya fannival voltunk felvételén együtt harmadrostáztunk a Gálfi osztályba. És összebarátkoztunk, és akkor, ö, akkor nem vettek fel minket, kiderült, ugye, és felhívott a Jordán Tamás, hogy ő látta a felvételit, és hogy... Ö, ha bár nem érti, hogy miért nem vettek fel, szeretné, hogy elmennék a Nemzeti Színház stúdiójába, mert ő most nyit egy stúdiót, és ugyanúgy a Fannit is elhívta, és mi a Fannival összebarátkoztunk, és szerintem ha ha hazamentem, és Fanni felhívott, vagyis inkább az Imre, hogy figyelj, gyere hozzánk lakni. Meglepődtél? Hát nagyon. Nagyon. És akkor ott éltél náluk meddig? Egy évig. Egy évig. Igen. Szinte családtaként. Így van. Minden reggel kaptunk Zsuzsitól, Fanni anyukájától rán, tojásos rántottás szendvicset, és azt vittük mindig a nemzeti belsőre, se felejtem el, mert annyira, annyira jó emlék, hogy így törődött velünk. Micsoda ember! Velem. Ezt nagyon kevesen tennék meg szerintem. Igen. To. Igen. Benned ez olyan értelemben változtatott valamit? Régi történeteket hallottam nagy, -nagy színészekről, hogy amikor fiatalok voltak, és egy nagy színész jót tett velük, akkor mindig azt mondta, hogy ha majd te kerülsz olyan helyzetbe, te is csináld meg a fiatalokkal. Benned ilyen értelemben változtatott valamit? Ö, még szerintem nem tartok ott, hogy, hogy segítséget kérnének tőlem, de szerintem abszolút meg fogom tenni. Ö, olyan már volt, hogy megkerestek felvételire készülő fiatalok, hogy tudok-e segíteni, de én nem, nem tartom magam jó tanárnak, vagy miért? nem hiszem, hogy van egy tanári vénám, úgyhogy van egy nagyon jó barátom, a legjobb barátom, Fica István, az örkény Színház tagja, és akkor őket mindig hozzá hozzáköldök, uh -huh. mert ő meg nagyon jól, jól tanít. És Nincs jól türelmet hozzá? Fel. Jaj, miért pont a türelem? Ez egy nagy probléma az életem. Igen? Igen. Türelmem magamhoz sincs. Már milyen értelemben nincs? Már olyan értelemben, hogy semmi, se, semmilyen értelemben nincs magamhoz türelmem. Ez ma reggel is elhangzott. Ezt szinte minden nap megkapom a páromtól, hogy türelmetlen vagyok, és tényleg az a legborzasztóbb, amikor az ember magával szemben. Hát hogy is mondjam, bántam magam, bántam magam, ha valami nem megy elsőre. És hogy bántod? Hogy bántam? Ő mm. stresszelek, és uh, tulajdonképpen elkezd mondjuk uh, fájni nagyon a hasam. És uh, úgy érzem, hogy meg tudom magam ezzel betegíteni. És próbálsz ellene tenni? Igen, de amikor azt hiszem, hogy már jó úton vagyok, és, és most már tudok nyugodtabb lenni, és lazább, és elfogadom a dolgokat, akkor egyszer csak úgy is történik valami, amiben kiderül, hogy semmit nem haladtam és akkor még bosszúsabb vagy. Igen, 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 mert akkor hozzájön ez a plusz stressz, hogy miért vertem át magam azzal, hogy én már jó úton vagyok, amikor nem. Ez tulajdonképpen ahhoz is vezethet, hogy Isten igazából soha nem vagy magaddal megelégedve? Nem igaz. Meg vagyok. Meg vagy? Aha. Van, amikor meg vagyok elégedve. Nem, de egy újabb szituáció, egy újabb versenyhelyzetben ben ugyanúgy el lehet bukni, hiába volt már az ember elégedett magával, és, és ezt tudom, hogy, hogy, hogy abból fakad, hogy gyerekkoromban apukám nagyon okos ember, és, és, meg kellett neki felelni, vagy hát én úgy éreztem, hogy meg akarok neki felelni, és ezért, ha valamit nem teljesítettem elsőre, akkor azt éreztem, hogy csalódott bennem, és ezt, ezt nem, nem igazán tudtam ezzel mit kezdeni. Ezért inkább bántottam magam, és, és, ez az a baj, hogy azt érzem, hogy kiérthatatlanok az emberből a gyermekkori. Ez így van, szerintem és ez így van. Lehet őket kezelni, fel lehet ismerni, de valójában reflexzerűen mindig az az első. De miben éreztette azt, hogy csalódást okoztál apukádnak? Vagy nem kellő elégedettséget hozott a te teljesítményed? Miben? Hát már akkor is például, amikor mindig mindenből egyes kaptam, már mint ötöst, ugye igen, csak, Szlovákiában, csak Szlovákiában. egyes a legjobb, igen, igen, És másodikban meg matekból kettest hoztam, és akkor az, az, az nem volt jó. És akkor mit hogy ez, ez egy. Hát az apukám igazából úgy mondja, hogy, hogy, hogy ez azért nem, nem szintiszta egyes, és, uh -huh. és ez már elég, igazán elég egészen pici dolgok tudtak mélyre menni. Mint, mint, például, ami, bocsánat, csak egy, egy nagyon fontos momentum volt, amikor be kellett hoznom a vörös hagymát például a kertből, és annyira féltem, hogy, 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 jót hozzak be, hogy, hogy nem, nem tudtam egyszerűen harmadjára sem azt hozni, amit, amit kellett, és akkor ez egy örök sztori az életemben, hogy hogy tulajdonképpen csak a félelemtől, az előre begörcsöltetéstől nem tudok úgy teljesíteni, hogy egyébként félelem nélkül meg tudnék. Ilyen a vezetés, amikor például mellettem ül a párom, most már nem, de volt szerintem egy pár év, amíg, amíg nem tudtam vezetni. Szóval, hogy egyébként rohadt jól vezetek, de Rás ennek sem volt, amikor igen, ez is egy olyan bosszantó dolog, hogy a stressz mennyire el tudja rontani a dolgokat. De olyan volt, amikor azt érezted, hogy apukád kritikátlanul és teljesen büszke, és azt mondja, hogy, na, ez viszont baromi rendben volt. Igen, igen. Sokszor mondta a gyerekkoromban is, csak csak mégis a, a kettő, amikor Budapestre kerültem, és a hexand forgattam, akkor, akkor megnézték otthon az első részt a tévében, és akkor felhívott, hogy milyen hogy milyen helyes vagyok, és hogy milyen jó a frizurám, meg hogy, meg hogy jól néztem ki, meg úgy jó volt az egész, ez volt az egyik, ami, amire nagyon emlékszem. Utána pedig a, az Európai Filmdíj után, amikor hazamentem, a szülői házba, és akkor felmentem a lépcsőn, és azt mondta, hogy na, megjött a bajnok. Megjött a bajnok? Igen. Még most is kicsit könnyes ezt a szemed. Jó van. Az. <laughs> Igen. Az nagy pillanat volt Igen. Akkor. Igen. Ő megkönnyezte a tesi keret, amikor Európa legjobb színésznőjének választottak? Hát ö, emlékszem, hogy, hogy amikor én épp készen voltam a színpadon, és ö, sírtam, és hülyeségeket beszéltem, akkor az Ervin küldött nekik egy esemest, hogy a lányotok megnyerte. És uh -huh. ö, és akkor küldtek egy ö, fénykép, egy fénykép, egy fotót, amin így kocintottak a hugom, meg a szüleim, az öcsém nem volt otthon, és hát ott könnyes volt a szemük, de nyilván egyébként sírtak, csak így erről így nem beszéltünk, de nagyon, nagyon büszkék voltak. Hát lehettek is. Uh -huh. Na No válasz egy következőt. Legyen a Pretty Woman. Pretty woman. Azt én jól figyeltem meg, hogy neked nagyon fontos, és fontos volt, hogy te mindig jó nőként jelenj meg a nyilvánosság előtt. Tehát olyan nincs, hogy te slendriánul, nem tökéletes vértezetbe fordulj elő. Ezt én rosszul figyeltem meg? Jól figyeltet meg. Ennek mi lehet az eredője? Anyukám. Igen? Anyukám és nagymamám, igen. Ők mindig is ügyelnek arra, hogy... hogy hogy bármilyen állapotban, bármilyen élethelyzetben, bármilyen eseményen, de, de kifogástalanul jelenjenek meg, ne írja szó a ház elejét, ami egyébként mm, szintén ugye van egy, van egy rossz oldala ennek, hogy, hogy az embernek fontos, hogy mit mondanak róla mások, és a, ezt nagyon jó lenne, ha ha ki tudnám írtani magamból, vagy az életemből, hogy ne legyen fontos, hogy mit mond a falu. A falu. A falu. Anyukámnak nem fontos egyébként. Anyukám, inkább anyukám példáját követhettem volna ebben, de de a nagymamámnak viszont nagyon fontos, hogy mit mond a falu, és ez ez nem jó, ez is egy teljesen egészségtelen De volt vezet. olyan, hogy mondott olyat a falu rólad, ami neked nem tetszett? Hmm, a falu talán nem. Nagy szétényről beszélünk. Nagy szétényről beszélünk. Egy felvidégi kis falu. Arra, arra emlékszem, ez egy, ez egy kis bájos történet, hogy mentünk az anyukámmal a kultúrprogramra, épp a kultúrházba, és, és anyu mindig élen jár a divatban, és olyan blúzokat vett, amit úgy kell begyűrni tulajdonképpen a szekrénybe, hogy így összecsomózod, mert mert ilyen nagyon vékony szellős anyag, és akkor az a szép, ilyen virágos blúz volt, ami hogy, hogy így ilyen gyűrött hatása mm. van. És... És, és álltunk a kultúrházban mind a ketten, mind a kettőnkön ilyen blúz volt, és azt hallottam, hogy Jézus Mária, ezek nem vasaltak ki a blúzaikot. <gül> <gül> és ezt erre emlékszem, hogy akkor azt mondta magaból, hogy jaj Istenem, de cukik, vagy hogy így. Igen. De ez egy pozitív történet ebben a sztoriban, de... De egyébként sok minden másban, meg, meg ez nagyon rossz hatással van az én életemre, hogy fontos, hogy mit mondanak mások. De most már azt mondják, hogy. Tehát most már nem mit mondhatnak mondanak? rosszat, nem? Rosszat? Igen. Tehát miben tudnának téged kritizálni a falubeliek? Hmm. Nem válaszolhatok erre a kérdésre, mert akkor felületet adok. Értem. De azt én jól gondolom, csak volt egy olyan nyilatkozatod, hogy kislányként uh, neked az problémát okozott, hogy inkább a hugod volt kvázi, így elismer, hogy ő a szép kislány kvázi, és neked volt ebből ilyen vívódásod, vagy? Abszolút volt, igen. 14 éves koromig, amíg egyszer csak fölkért táncolni a falu legszebb fiúja a diszkóban, és akkor én nem értettem. Hogy, 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 nem értettem? Hát nem értettem, mert mondom, akkor én, akkor én lehet, hogy szép vagyok. Vagy, De addig te vagy... azt hitted, hogy nem vagyok? igen, abszolút azt hittem, hogy hát úgy csinosan öltözködöm, meg, 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 vékony vagyok, meg, meg, jól tudok táncolni, de azt, hogy ez a fiú valaha rám néz, én ezt egyáltalán nem gondoltam, és akkor, akkor az egy komoly, komoly nap volt, amíg én ezt valahogy megbeszéltem magammal, hogy akkor most ez egy átverés, vagy valaki csak szórakozik velem. De mit mondtak neked? Vagy mi, mi, mi alapján alakult ki benned az, hogy te nem vagy dekoratív. Hát, ö... Hát egy, hogy jött az, hogy hogy jött a hugom, aki tényleg ö, anyukám mindig azt mondta, hogy csodájára jártak már a babakocsiba is, az emberek jöttek nézni, hogy mennyire szép. Uh -huh. És ö, nekem meg azt mondta az anyukám, hogy ilyen szeplős voltam, vöröses hajú, és akkor, és akkor, ö, hát nem tudom, ez nem volt annyira szép. És, ö, és akkor a húgom mondta még. Ahogy az, ahogy az anyukám egyik barátnője azt mondta, hogy hogy én nem vagyok szép, meg ilyen hogy ez mindegy, mindegy, hogy mi történik, de de nekem ez tényleg volt. De ez elmúlt teljesen? Ez el tud múlni, ha Nem, már azt tud, mondtad múlni rá, rá, nem? nem tud elmúlni teljesen, de nem baj, mert én úgy érzem, hogy nekem a színészet és a, ez a világ, nekem egy olyan mencsváram lett, soha nem gondoltam volna, hogy lesz egy hely, egy közeg, ahol ahol az, amilyen én vagyok, vagy ahogy én kinézek, az, az igenis előny és különleges, például az, hogy könnyen lehet belőlem csúnyát és szépet is csinálni. Ez egy, ez egy kincs, vagy egy áldás azóta, amióta én bekerültem ebbe a közegbe, meg amikor a Sár először mondta a színésztáborban, hogy Neked színész arcod van, úgyhogy csak gyakorolni kell, és minden jó lesz. Ezt mondta az a sem. Ezt mondta. Az nagyon nagy mondat, nem? Igen, igen. Tehát egy életet meghatározott. Habár akkor még, igen, kb. öt nappal előtte tudtam meg, hogy ki ez az Asár Tamás, amikor bekerültem abba a táborba, felültettek a vonatra komáromban, de, de nagy mondat volt, főleg utólag, amikor rájöttem, hogy ki is ez az az Asár Tamás. De úgy jöttél Magyarországról, hogy Isten igazából pontos képzeteid nem voltak annak jelentőségéről, hogy az Aser, a Máté nem. Gábor, a Zsámbéki, a katona. Nem Mit tudtam, jelent? hogy ki, mondjuk, Liptai Klaudia, mert ő a tévében is szerepelt. Uh -huh. Akkor tulajdonképpen, ha azt kérdezem tőled, hogy mióta tudod magadról, hogy jó nő vagy, 14 éves korod óta, amikor fölkértek a diszkóba. Persze, utána még voltak bizonytalanságok. <gül> <gül> Ez nem megy ilyen könnyen, de, de akkor kezdtem el magam máshogy, máshogy látni. Na, menjünk tovább. Jöjjön egy következő fogal. Legyen a 11-es. 11-es, akkor visszaszámol. 2, 4, 6, 8. Szívritmuszavar. Szívritmus azért választottam ezt a kifejezést, ezt a témát, mert ebben a stúdióban ült egy nő. Biztos voltam benne, hogy ez lesz. Biztos voltál benne? Igen, csak nem tudtam, hogy melyik a 11 <laughs> És ő azt mondta, hogy az egyik rendezőtök, a Katonai József Színház egyik rendezője, nevezetesen Gottár Péter, az ő munkamódszerével szívritmus zavart okozott neki. Ez azért fontos, és szerintem megkerülhetetlen, hogy egy katonás színészsel beszélek, akkor Gottár Péterről beszélgessünk, mert egyrészt arra vagyok kíváncsi, hogy a társulaton belül ez hogy csapódott le mindaz, ami vele történt? Te, te például megbocsátottál neki, vagy neked meg kellett bocsátani Gotthárnak? Hú, hát... Ez egy nagyon nehéz... Ez, ez talán a legnehezebb kérdés... Hm. Nem vagyok benne biztos, hogy most erről beszélni kell. Uh -huh. Annyit se kérdezhetek, hogy tudomásom szerint téged szeretett Gotthard. Igen. Te egy kedvelt színésznője voltál, ugye? Igen. Te tapasztaltál bármi olyat, amit egy másik kolléganő állított vele Nem. kapcsolatban? Nem. Nem. Te tudtál arról, hogy ő mással csinál ilyet? Vagy hallottál ilyet? Ö Régi, nagyon régi sztorikat uh, lehetett hallani, de semmi olyat, ami, ami e, a MeToo mozgalommal kapcsolatos. A, uh -huh. a, azelőtt, mielőtt bármi, a, mielőtt az egész MeToo tulajdonképpen kiderült, uh, azelőtt valahogy teljesen normális volt, hogy az emberek uh, egy. és uh, nagyon idegesít, hogy ezt a művészi közegre így ráhúzzák, uh -huh. mert rohadtul csapkodják a titkárnők seggét is, meg a nővérkék seggét is. Már hogy máshol, más munka. Igen, És, és nagyon nagyon szomorú egy részről, hogy mindig a művész emberek vannak. Elő, előtérben ők nyilatkoznak, ők vannak erről Megkérdezem, mert teljesen olyan ez a dolog, mint, ezt, mint ez nálunk lenne csak. És tulajdonképpen nagyon fontosnak tartom, hogy megtörtént a Me Too. de az borzalmasnak tartom, hogy, hogy nem, lehet, nem lehet Isten igazából igazat adni senkinek, mert nincsenek bizonyítékok, és nagyon sokszor gondoltam én is többfajta dolgot. Van egy közeli, közeli ismerősöm, aki akinek gyerekkorában uh -huh. történt egy visszaélés, és... Szexuális uh, jellegű. Igen. És, uh, és azóta úgy érzem, hogy semmi nem megengedett, amit a másik nem akar. Ez az egy, ami tiszta a fejemben. A hatalommal való visszaélést pedig undorítónak tartom. Ilyet, Minden helyen. Ilyet se láttatok Gotártól, mert egy páros interjúban Ervin azt mondta, nagy Ervin párod, hogy, és akkor még nem volt szó tudomásom szerint annak idején Gotár Péter kapcsán megfogalmazott szexuális vádakról, hogy Ervin az a típusú ember, aki mindig szólt próbán, hogy így, szó szerint ezt mondta, így színésszel nem beszélsz. Tehát ő neki mindig voltak csörtéi. Ilyet ti, vagy te tapasztaltál, hogy az ő hangneme stílusa, rendezői attitűdje, az nem megengedett? Ö, nem, nem tudtam, hogy nem tudtam, hogy nem megengedett. Tehát azt hitted, hogy ez az eljárás, így kell, hogy legyen? Hát igazából mm. Nagyon függ attól, hogy, a, hogy az ember gyerekként is és, és az általános iskolától kezdve mi az, amiben felnő, és mi a megszokott. Hogy például az óvodában, és még talán az általános iskolában is, amikor valami rosszat csináltunk, akkor megfogták ezt a kis Igen. hajszát, és azon felhúztak. És képzeld el, hogy én én ezt teljesen normálisnak gondoltam, mert hát beszélgettem, és nem hagytam a többieket aludni, amikor Ugye. aludni kellett volna az oviban. És kezded el, hogy, hogy voltam voltam otthon, és megláttam azt a tanítónénit, a misén, amikor hazamentem, és belegondoltam, hogy Jézusom, és ezt az anyuék nem tudták, mert nem, mond, nem mondtam el nekik szóval, Szóval nagyon függ minden attól, hogy mi az, amiben felnövünk, és ez nem mentség azoknak, akik, akik így csinálják, de valahol meg mégiscsak, mégiscsak uh, furcsa lehet az a tiltakozás, ami eddig nem volt nem, semmilyen szinten nem akarok senkit felmenteni. Az a baj, hogy nem baj, de mindenkinek megvan az igazsága. A legfontosabb dolog, hogy amióta viszont ez van, amióta tudjuk, hogy van métó, amióta tudjuk, hogy kik buktak ebbe bele, utána nem csinálok ilyet. A, a, törvény nem ismeri, nem ismerése, nem mentes ide, itt nincs törvény nem ismerése, mert ez egy felkiáltójel, mint az Ervin mond mindig, hogy, hogy hát ennél nagyobb felkérdőjel nem volt, mint Pontosan. ami a Martonnal történt, azután nincs ilyen, és ez az egy, amit biztosra tudok ebben a témában mondani, szerintem nem is kell erről most többet beszélni. Csak, még hogy csak összegezem, ha jól értem, ha te <haz> ö nem így szocializálódsz, vagy ti színészek nem így szocializálódtok, akkor korábban is szólhatatok volna lévén, számotokra ez egy megszokott dolog volt, és ma kezdtek arra rájönni, mindez után, hogy hello, hát mi szólhattunk volna korábban is, ez nem megengedett hangütés. Igen, de ha ott van például az Ervin, aki végig ott volt, és ő soha nem engedte meg magának ezt semmilyen szinten. S nem, mert ő azt várja el, hogy partnerként Persze. kezeljék. A dádá és az iskolában vagyunk, és ti vagytok a tanulók, mi meg a, a tanárok ez, ez már egy felnőtt kapcsolatban egy egyetem elvégzése után, sőt, ugye már korábban is, már akár az egyetem alatt ez nem lehet érvényes, viszont ö, egy olyan olyan ö, ez egy, ez egy ö, teljesen normális ö, mód, módszer volt. A kiabálás? Nem, az hogy az hogy ö, hogy nem teljes mértékben tekintjük felnőtt. Uh -huh. partnernek, azért is, mert egy rendezőnek muszáj, hogy irányítsa az embereket. És ö, mindig el szoktam mondani, hogy az enyedi Ildikó, aki a, aki egy ö, vékony hangú ö, pici nő a, a, a végig a forgatás alatt olyan csönd volt, és ő olyan csöndben volt, hogy én nem, nem hiszem el, hogy, hogy csak megszólal az Ildikó, nem kell kiabálnia, nem kell fegyelmeznie, hanem, hanem pont azzal, azzal teremt ilyen figyelmet, hogy, hogy tulajdonképpen meg kell halljad, amit mond, és, és vagy ő elhiszi azt, vagy ő bízik magában, hogy, hogy nem, kell, nem kell kiabálni, és akkor is oda fognak mm. rám figyelni és ezért nekem mindig ő a példa, hogy, hogy lehet így is. És igen. Na no, akkor menjünk is tovább. Válasz egy másik fogalmat. Vetélkedők. Vetélkedők, így van. Azon gondolkodtam készül erre az interjúra, hogy mennyire más lehetett két színész között, Nagy Ervinről beszélek, párodról, a leosztás olyan értelemben, hogy amikor ti megismerkedtetek, tudomásom szerint te még nem voltál egy országosan ismert színésznő. Viszont Ervin már egy országosztár volt. Aztán hirtelen te Európa legjobb színésznője, és noha ő is nyilvánvalóan is hasonló egyenértékű történet, eljátszotta a kincsem főszerepét. Ugyanakkor történt. Ugyanakkor a kettő. történt, Igen. de hogy ez szülhetett azért másfajta megközelítéseket magatokban, a színészi önértékelés tekintetében, akár vetélkedés formájában is, de ne hagyd, hogy bebeszéljem ezt magamnak. Volt benned egy ilyen átmenet? Hogy kezdetben szerényen meghúzódtál, hogyha nagy erőin hátam mögött összesúgtak az utcán, vagy egy étteremben, még utána a te hátad mögött súgtak össze. Um, nekem előtte volt, volt egy olyan, természetesen egy olyan gondolatom, hogy, hogy senki ne gondolja, hogy én ö, a Nagy Ervin mellett, vagy Nagy Ervin től szeretnék ö, bármilyen fényt, vagy, uh -huh. vagy, vagy ö, rám figyelést elérni. És ezt, ezt belül, ez munkált, hogy, hogy én nem is akarom, hogy tudják, hogy hogy mi együtt vagyunk, amíg nem lesz valami nagy dolog velem, am, ez tényleg ilyen gyermek ilyen uh -huh. hangzik, de mégis volt bennem egy ilyen, hogy ö, hogy ezt nem bír, ez büszkeség, igen. A büszkeségem ezt nem bírne elviselni, hogy esetleg valaki mm. azt feltételezi rólam, hogy én... Na, érted az előbb Abszolút. elmondtam. Úgyhogy úgy, nagyon jó, hogy jött pont akkor a... a testről és lélekről, és így már megkönnyebbülten mehettem mellette. De zavart téged korábban az, hogy hozzá oda mennek fotózkodni, és lévén, hogy téged nem ismernek, mondjuk akkor még, arról az időszakról beszélek, Tényleg nem kértek közös fotót? Vagy nem álltak olyan tisztelettel hozzád? Ez sosem zavart, mert én eleve nem vagyok annyira jó ebben, szóval nekem nem megy könnyen ez a, a fotózkodás. Tényleg? Hát, hogy is mondjam, nem élvezem, és nem uh -huh. fürdőzöm benne. Az Ervény meg nagyon jól kezeli. Ő, ő igazából örömmel fotózkodik. Az, ha az volt a kellemetlen, amikor, amikor mondjuk Balatonon hogy is mondjam, kicsit spiccesebb nők esetleg erőszakkal próbálnak fotót kicsalni, úgyhogy úgy, nem, hogy úgy, vesz. hát nem vesznek észre, és nem mondják azt, hogy bocsánat, haragudj csak, hogy levényképezket, vagy nem tőlem kell engedélyt kérni, csak, csak annyit mondani, hogy, hogy, vagy, vagy csak így ne haragudj, elrabolom egy pillanatra, de már ezeken túl vagyok. Ilyenkor Mindenen túl vagyok már. <gül> <gül> már minden túl vagyok. <laughs> El lesz a cím. <laughs> Jaj. De ilyenkor te szólsz, például a hölgyeknek? A kicsit spicces vagy kapatosaknak? Nem, megpróbálom először uh, hogy is mondjam. Látszik rajtam minden, hogy mit gondolok. Uh -huh. Általában uh, civilben nem vagyok jó színésznő, mert minden az arcomra van írva. Uh, olyan volt már, hogy, hogy egy ö, részeg, ezt most már inkább azt mondom, hogy részeg uh -huh. ö, lányt, mondtam, hogy jó, csináld meg vele gyorsan. És akkor utána, utána az volt, hogy megcsinálta, és akkor a lány azt mondta, hogy nem jó, nem jó, hogy most még egyet, mert ez nem lett jó. Tényleg, itt fogunk állni, nem tudom, meddig, és akkor megcsinálta vele még egyszer, és akkor a harmadikra azt mondta, hogy, hogy jó, most akkor kérek egy puszit, és akkor oda mentem, hogy szerintem most van vége. Jó? Uh -huh. Szia! hogy ilyen volt uh -huh. már. Tehát te nem vagy féltékeny típus. Azt mondod? <gül> <gül> Csak ebből <nem> föltem. <laughs> nem. Én tudod, mit nem bírok? Azt nem bírom, amikor a nők nem tisztességesek egymással. Uh -huh. Azt egyáltalán nem bírom. Nálam nagyon fontos minden barátságomban, minden kapcsolatomban, hogy ha párok összejövünk valahol, semmilyen szinten ne legyen bennem egy könnyelműség, akár uh -huh. flirt terén a, a barátnőim párjaival, hogy ez egy olyan szent dolog, és és semmi ilyesmit nem bírok. És ezt, ezt nagyon sokáig tartott elmagyaráznom, hogy nem, ez nem a féltékenység, hanem nem adják meg a nők egymásnak a tiszteletet. És egy nő, nem tudom, két. Most, na most tessék, most meg a hímsobén iszta leszek. Meg. Nem, egyébként uh, imádom a nőket, de nem, nem olyanok ebben, mint a férfiak. Nem úgy viselkednek. Könnyen Maga. Nekem még soha egy egyetlen egy barátja sem vagy ismerőse, vagy munkatársa sem udvarolt az Ervinnek. Még te tudsz olyan hölgyismerősödről? Még aki... voltak esetek, igen, amikor. amikor Igen. Nyitottak Ervén irányába. Igen. Köszönöm, igen. Uh -huh. És ilyenkor ezt te lerendezed? Tehát az a típus, hogy aki azt mondott, hogy nyújtsd Elmegyek a... általában. Már hogy ott hagyod a helyszínt? Igen, igen. Nincs kedvem el... már. Uh -huh. És később azért érzékelteted vele? Utána? Hát úgy, később megbeszélünk mindent, persze, hogy ne? Uh -huh. De általában meg az Ervin meg a, a annyira ismer engem, hogy jobban, mint én magamat. Úgyhogy mindent lát, és már, már érzi, és már csekkol, és már jön is. <laughs> Mert hogy az arcodra van írva. Igen. Lehet, mindenki látja rajtam, hogy mi történik éppen. Uh -huh. Csak akkor, amikor nagyon nem akarom, hogy észrevegyék, akkor akkor azt azért el tudom rejteni. Uh -huh. Na menjünk tovább. <laughs> Nézzünk egy következőt. GPS. GPS. Nagyon talányosan akartam kifejezni magam, mert szerintem, amikor te ide kerültél Budapestre, neked az iránytűd az Máté Gábor volt. Én tudok olyan történetről, hogy te az akkori szerelmi ügyedet is Máté Gábornak igyekezted megosztani, vagy vele igyekeztél megosztani? Mivel az osztálytársammal volt ez a szerelmi, ugye mezér, muszáj volt, igen, mert hogy ő volt az osztályfőnökünk, és látta, hogy itt nem tudjuk a jeleneteket rendesen csinálni, mert itt tambolnak a személyes magánéleti viharok, úgyhogy ezt muszáj valahogy lerendezni. Én meg elkezdtem nagyon fogyni, úgyhogy... Ő mutatott érdeklődést? Tehát ő ilyen szerelmi ügyekben Nem, is. Nem, a Mártikában azt mondta, hogy meg ne keressetek engem a magánügyeiteken, mert a szerelmes, meg a személyes ügyeitekkel, ez az elején leszögezte. De te mégis kerested. Azért kerestem, mert nekem ő egyszerűen tudatalat, nekem olyan volt, mintha ő lenne itt a családom, mert mm -hmm. ő volt az első az Al Szent -Gróti táborban, aki aki, amikor a harmadik napon azt mondtam, hogy már pedig engem hívott a Viktor, az, az akkori szerelmem, hogy menjek haza, és velem amúgy se csinál senki se jelenetet, úgyhogy én szeretnék hazamenni ebből a táborból, és a Gábor leült velem, hogy, hogy normális, hogy, hogy nehogy hazamenj, itt van most érkezett Pálos Hanna a táborba, fogd meg, és csinálj egy jelenetet. De én, 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 akkor már hívtam a Viktort, hogy jöjjön értem, mert senki nem csinál itt velem jelenetet, úgyhogy, úgyhogy nekem Gábor olyan volt, mm, évalszeg, mint, mint az it it itteni családom, és nekem muszáj volt neki ezt elmondani. És azt hogy is elted azt a mondatát Máté Gábornak, ha már itt nála lecövekeltünk, amikor Tillatilának azt mondta, hogy már a te érkezésed a Katona József Színházba egyfelől olyan szempontnak is megfelelt, hogy kellett egy ilyen vonzó nő a társulatba, ami egy, aki egy kicsit az energiákat megmozgatja. Ez jó eset neked ez a mondat? Én meglepődtem. Én hát. azt hittem, hogy a, Én azt akkor, hogy inkább szak, szakmailag fog... Ö, nyilván ez is valamilyen szinten szakmai, de hogy azt hittem, hogy inkább arra, arra fog ö, koncentrálni, hogy, hogy, ö, hogy, milyen színésznő vagyok, vagy hogy miért vett fel, vagy, vagy miért bízott bennem ennyire. És nem beszéltétek ezt ki? Utan Képzeld jól. el, hogy nem. Úgyhogy meg is kérdezem majd nem sokára tőle. Nem. Mert amikor én ezt hallottam... De egyébként az... ez bók. Szóval Abszolút ez bók. nagyon jó esik. Abszolút bók. Meg én értem, hogy mire akart ő utalni. Csak nyilván, ha ezt hallja egy fiatal színésznő, az első gondolata, akkor ezek szerint neked is az volt, hogy a túróban miért nem azt mondta, hogy mert én ezt és ezt tudom. Mert szerintem az egész műsor egyébként erről szólt, meg akkor volt minden a testről és lélekről, meg az európai filmdélről, meg a tehetségemről, hogy szerintem a Gábor akart egy olyat mondani, ami más. Igen. Kicsit más aspektusból közelít meg engem, mint épp egy, ö, egy autistát játszó ö, színésznő. Mert hogy a testről Igen. és lélekről már járt azt Igen. Igen, Hát akkor ez beszélt, Már megérte eljönnet, hogy... <laughs> Ezt a lehetőséget feldobtuk. Na, akkor menjünk tovább a következőre. Egérút. Azt mondtad, és megint egy korábbi interjúdra fogok utalni, hogy olyan jó lenne, és ezt a díj után mondtad szerintem, hogy olyan jó lenne, ha lenne édesapáthoz hasonlóan egy másik lábad. Tehát a színészet menet. És azon gondolkodtam, hogy te gondolkodsz azon, hogy egyszer... A színészetet háttérbe tolod egy egész más szakma vagy pálya miatt. Mostanában bizonyosodtam meg arról, hogy ez egy nagy kamu. Már micsoda? Hát én, a, amit mondok, hogy hogy én elmegyek és mást fogok csinálni, és, és bármi mást. Ez egy kamu, ez. ez ez akkor jön rám, amikor épp nincs munka, vagy épp kilátásra van a helyzet, vagy épp nem hívnak castingra, vagy épp tök másokat hívnak, és engem uh -huh. mégse hívnak, és már megint nem hívtak, akkor azt érzem, hogy itt hagyom ezt az egészet. Megyek a francba, nem kellek, akkor nem, és akkor nem is leszek színésznő, szóval ez egy abszolút szintén megint gyermeki magatartás. És most pont múlt héten telefonált a, a cseh ügynököm, hogy kaptam egy szavák filmfőszerepet, és uh, rögtön, úristen, színésznő vagyok, forgatok, forgathatok a nyáron. Akkor bemondták, hogy a mellékhatást fogjuk fo folytatni szintén, és még, még uh, jött most Csehországból, meg Németországból is egy megkeresés, és akkor már már csak ez érdekel, és csinálom otthonnak is kis küldöm, uh -huh. és akkor az Ervin szegény velem kell, hogy ott csinálja, és végszavazzon, meg, meg... meg így állítja szegény a fényeket, és, és akkor most már érzem, hogy de nem jó, de nem jó az egész, és akkor még egyszer, és úristen, ö, mi lesz, és egyszer csak azon kapom magam, hogy hol van az az, az, az egy hónappal ezerőtti gondolatot, hogy, hogy te elmész esetleg Olaszországba, örökre elköltözöl, vagy hazamész Továkiába, és akkor ott végül is most minden annyira jó, sok értelemben, uh -huh. ö, és hogy visszamegyek haza, és akkor majd ott leszek az apám cégébe, és leszek recepciós, de meddig jutsz el ilyen formán magad Most, társába? most jöttem rá így erre, hogy amikor most tényleg bejött ez a pár dolog itt múlt héten, hogy, hogy, hogy már megint mi van veled, meg vagy tébolyodva is, hogy, és hogy mégsem igaz az, hogy, hogy mindegy, akkor egy casting nem érdekel, nem, nem, nem igaz, az nem igaz, mert megint olyan lángal égek, és Igen. olyan lángal csinálom. Ez egy kicsit hiszti akkor, nem? Hiszti persze, ha nem kellek, akkor ott hagyok mindenkit. Uh -huh. igen. Ez meddig tart egy-egy ilyen kamu? Hát. Uh... Hetekig? Hát amíg nem ilyen valami. Addig képes vagy meggyőzni magad arról? Képes hogy Képes vagyok, igen. Képes az vagyok. Az egyik téma erről szól, hogy azt ki is lőhetjük, hogy te 2017-ben egy horvátországi nyaraláson eldöntötted, hogy abba hagyod az egészet. Ez, ez, ez ugyanaz. Ez ugyanaz. De Akkor te mondod Ervinnek, meg a barátnőinek, hogy készüljék a gyerekek, befejeztem. <laughs> Tehát ilyen határozottan. Jézusom, hogy viselkedek. <gül> <gül> És ők mit mondanak ilyenkor? Hát legyintenek? Tehát Ervin legyint, nem? Hát az Ervin már csak legyint, igen. igen. De te abban Nem, a... az, Ervin, az Ervin tulajdonképpen néha elkezd velem vitatkozni, meg szembesít, hogy, 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 hogy mit elégedetlenkedek folyton, ha nem minden nagyon... Ö, tulajdonképpen sokszor, sokszor, éreztem azt egy időben, hogy nekem, nekem nem is fontos, hogy mi van a magánéletemmel valójában, mert nekem az, az, a legfontosabb, hogy, hogy, hogy legyenek jó munkáim. És hogy, és, hogy, és hogy, ha boldog lehetnék a párkapcsolatomban, de nem működik a szakma, akkor én, akkor én nem tudok önfelettem boldog lenni. De, de nem akarok ilyen lenni, és, és remélem, hogy nem ilyen vagyok. Hát de tulajdonképpen azért te megkaptad azt, amit magyar színésznő vagy színész hát pár évtizedenként egy. Nem is tudom, volt már ilyen kiosztott díj? Még törőcsik se kapott, ugye? Kután ő kámba kapott, de Igen. pont ezt a díjat nem ezt kapta nem... meg. Hogy akkor, tudom, könnyen mondom én ezt, de akkor tulajdonképpen hogy lehet elégedetlen egy színésznő a következő x évtizedben? Mindig ide tud menekülni ehhez a gondolathoz, hogy hello, én ezt már megkaptam. Juliet Binos, Izabel Üper előtt. Mert ugye elég volt el egy kategóriában. Igen, igen. Ezek azért. De én, én, én ezzel tisztában vagyok, és azzal is tisztában vagyok, hogy, hogy hogy nem fogok semmi ehhez hasonlót kapni már az életben, és ez azért egy teher. Ebben te biztos vagy? Igen. Mert hogy ebbe se bíztál, tehát egy lyukas garasna volna érte, hogy te valaha díjat nem. fogsz kapni. Már hogy olyan komoly díjat. Um, szerintem, szerintem nem fogok. De miért nem? Mert, mert hát szerintem megtörtént velem a, vagy megtörtént velem a, 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 lehetetlen, én azt gondolom. Uh -huh. És lehetetlen csak egyszer történik egy Aha, igen, 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 igen. Nagyon nehéz például az, hogy hogy felhívom az aput valamelyik nap, és azt mondja, hogy népszámlálásról kellene egy videóban benne lennem, mondom én az apunak, felkértek több magyar színésszel, felvidéki színésszel, és akkor nem politika, meg nem párt, semmilyen párt propaganda, csak annyi, hogy menjenek el és vallják magukat magyarnak, akik magyarok, mert hogy így lesz, ugye. Igen. Több pénz a kultúránkra, több magyar iskola is. És, és mondtam az apunak, kérdeztem tőle, hogy mit csináljak, hogy benne legyek-e, vagy és azt mondta, hogy hát, hogyha benne lennél, akkor én nagyon büszke lennék rád. Jó, hát rögtön, igen, mondtam, persze. És, és, és közben... Az apu azt mondja, így, így próbál engem meggyőzni, hogy amúgy meg ö, kellene most már valahol mutatkoznod, mert már volt ez a díj, négy éve vagy mikor, és hogy most úgy nem nagyon vagy, sehol nem látni téged. Leteszem a telefont. Azt mondta az apu, hogy nem vagyok. <gül> <gül> sehol, szóval ö, szóval ezt mondom, hogy ugyanúgy visz, látod, hogy, hogy erre mondja az Ervin, hogy ez nem normális, hogy van egy ilyen elismerésed Igen. és apukád, vagy bárki, aki egy picit kritizál, az vissza tud rántani téged oda, ahova Igen. már nem kéne. Hogy... De ezt megfordítom, ez lehet ám egy jó hajtóerő is, hogy amikor kihúny ez az emberben, onnantól kezdve lehet, hogy a teljesítmények kezd el gyökeresen csökkenni, és valami lemondás lesz úr rá rajta. Lehet, hogy neked pont ez kell, hogy legyen a lehet, rakéta. De azért nagyon nehéz így. Ez nem fog változni szerintem, ez már így marad. Köszönöm szépen. Nem? <laughs> Eddig reménykedtem, de most... De szerinted lehet ezen változni? Szerintem nem. Nem, nem lehet, nem lehet. Az embernek ez a lendítő ereje. Igen. Ez kell pozitív energiákká transformálni. Mondom ezt én, de én mindig csak pszichológizálok és ilyen kocapszichológus vagyok. Na, menjünk tovább. Veszedenem. Azt mondta rólad egyszer Hauman Péter, és szerintem neked mondta, hogy te egy nagyon veszélyes nő vagy. Szerinted mire gondolhatott? Ezt te nyilatkoztad. Úristen, ezt el is felejtettem. El is felejtett? Igen. Hát mindent megőriznek a cikkek, és a szenteriúk. Hát, <laughs> Miért nem? nem tudom. Te mit gondolsz? Miért az? Én nem tudom. Nem tudom, milyen szituációban <laughs> mondta. Akar. Nem tudom. Szerintem lent mondta a dohányzóban. Katona művész előtt. előtt. Hmm, tudom már. Hí, az is eszembe jutott most, hogy mi, milyen ruha volt rajta már emlékszem. emlékszem. szerintem ez egy... aha. Ja, lehet, nem. hogy a ruha miatt? Ja, egy... igen, igen. Tehát, hogy nagyon vonzó néztél ki, és erre mondta az, hogy veszélyes? Tehát dekoratív voltál? Igen, igen, igen. Igen, emlékszem, hogy épp valahová készültem, és úgy kellett egy szekcióülésre beülni a katonában. Ögem. És te erre mit mondtál, amikor Holma ezt így elrebegte? Ó, valami ilyesmit mondhattam. <gül> 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 nem tudom, nem tudom, azért ennyire nem emlékszem. Egyébként a férfi rendezőket, meg nem tudom, hogy, hogy mit is látnak bennem. Mm. Szerinted mit? Nem tudom, nem tudom. Sokszor érzem azt, hogy, hogy, hogy nincs bennem elég. Uh, hogy is mondjam ezt? Bájos. Az nincs, az benne, egyáltalán nincs bájosság. Nincs báj. báj, nincs báj benned? Báj, nincs. nincs. Bár csak lenne. De akkor mondj nekem egy bájos színésznőt, aki be van. Aki van. Kibond... Blanka. Mészáros Blanka. Igen, szerintem ő nagyon bájos, igen. Igen. Szerintem az onnadi Eszter is bájos, máshogy, mert benne van egy vadság is, de az Eszter valahogy tud olyan finom és puha lenni, benne mm. nincs puhaság, és, és látság, és, és szerintem én azt gondolom, hogy sokszor ezért nem hívnak engem szerepekre, amiket később azt gondolnám, hogy erre hogy, -hogy nem hívtak. Most nem mondasz, hogy mondj egy ilyet, mert nem fogok nem tudni. Nem fogsz, akartam. De... szoktál mondani igen. Ilyet, hogy igen, most mondj, mondj konkrétan egy. <gül> <gül> hogy hogy ez, ezt én valószínűleg csak a páromnak adom. Uh -huh. Oda. Van egy, van egy, olyan szegmens, amit de ha megmond, tényleg a felmérítsz is a Spirál című filmben. Csak ahogy, hogy van egy olyan részem, lényem, része a lényemnek, amit, amit, csak azok láthatnak, akik, akiknek köze volt hozzá, <laughs> mint, mint partner. De ez személyem kérdése a te részedről? Mert, mert valószínűleg mert nem merem megmutatni csak annak, akiben már biztos vagyok, hogy befogadja, vagy, vagy, kell, vagy, vagy, vagy a... érdekli. De hát a rendezőket valószínű, hogy érdekelni. Most mert egy biztos, jön? hogy nagyon elvörösödtem. De... <laughs> Kicsit. Kicsit. kicsit jó, most hiszem, egy kicsit, igen. De hogy a báj, ha előhívható benned, és megvan, és a rendező, a férfi rendezők valószínűleg ezt igényelnék, színpadon is, filmen is megjeleníteni, akkor miért nem hívod elő? Mert én munka közbe hívom elő, de amíg megkeresnek, addig nem tudom előhívni. Uh -huh. Érted? Most lehet, hogy rakhatnék fel magamról bájolgó insta-sztorikat nap, mint nap, hogy hát ha egy rendező észreveszi, hogy én ilyen is tudok lenni, de de, uh -huh. de én azt munka közben meg tudom csinálni, főleg ha a partnerem is erő belőlem. De így csak úgy nem tudok így létezgetni, tudod? Pedig a uh -huh. létezés helyeken nagyon fontos, mert arról jut eszébe a rendezőnek, hogy aha, ebben megvan ez, tehát például semmilyen szinten nincs bennem meg egy, egy Marilyn Monroe-ság, aki anyukám imádja Marilyn Monroe. Egész gyerekkoromra ezt hallgattam, hogy Marilyn Monroe, Marilyn Monroe. Úristen, és milyen szexi, és milyen belsőség. És ez például nincs bennem. Engem szerintem egy sokkal hidegebb, szerintem engem hidegebb nőnek gondolnak. Vagy... Miközben nem vagy az. Nem tudom. Most már nem tudom, hogy milyen vagyok. Úgy megyek innen haza, hogy maga sincs, hogy ki vagyok. Köszönöm szépen. Hát, de azt mondod, hogy a partnereid, vagy partnered, a szerelmeid látják ezt az oldalad. Tehát akkor meg van benned. Jó, de hát legalább, legalább van valami, amit csak az övék. A titok. Azt szokták mondani, hogy a mm -hmm. jó színésznek kell legyen titka. Igen, igen. Na, válasszunk még kettőt. Jó? Jó, 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 jó. Ö... Nem akarsz te választani? Nem. Jó, hát nem, lehet. Nem, Na, nem. én tudom, én én a Kalandina ötleteim. Lennének. <laughs> Fontossági sorrend. Fontossági sorrend. Neked volt egy nagy szerelmed középiskola, egyetem környékén, aki nagyon nehezen viselte azt, hogy Viktor. te, Viktor, hogy te színésznő szeretnél lenni. És neked döntened kellett közte és a színház között. És te úgy döntöttél, hogy Pestet választod. Sők, ha, sőt, ha jók az információim, te el is voltál jegyezve. Igen. Azért ez egy fontos döntés. Hmm. Gondolkodtál te ezen? Nyilván a mostani perspektívából minden úgy van jól, ahogy van. De azért mégiscsak fiatal lányként, és akkor te nagyon szerelmes voltál. Na, én nagyon. Én annyira szerelmes voltam. Anyukám mindig azt emlegeti, hogy azt mondtam, hogy amikor bemutattam, azt mondtam, hogy anyuci? Ő a nagy ő. <laughs> mindig ez aranyos. Ezt, mindig ezt emlegeti, hogy hogy mondtam, annyira mondtam azt 18 évesen, hogy ő a nagy ő. De akkor úgy gondoltad. Igen, úgy, úgy, úgy. És, és 18 éves voltam, ő meg 5 évvel volt idősebb, de, de gyereke, abszolút meg, megbeszéltük, hogy hogy fogják hívni a gyerekeinket, és, és, és hát mindent. És uh, elcsábított ez a színésznőség. Úgy mentél el felvételizni, hogy ő nem tudott róla. Az egyik helyre, igen. És akkor oda meg Úgyhogy végül is, igen, a Viktor nem tudott róla. És ezt hogy közölted vele? Hazajöttél és mondtad, hogy hát, Viktor, én Pestre megyek. majd nem tudom, hogy mikor és hogy közöltem vele. Nem emlékszel? Valószínűleg annyira Nem esett. akarok rá emlékezni, mert Aha. nagyon, igen, nem nem volt szép a mi, a mi szakításunk, nagyon fájdalmas volt. És most, ahogy elmondtad, ilyen érdekes, mert pont Pár hónapja, pont amikor még lehetett éttermekben ülni, akkor, akkor, akkor találkoztam vele, mert ide jött. Egyébként ő utána utazott a világban, és élt a Budabiban, és még különböző hajókon. És... De most találkoztatok először ennyi év után? Nem, találkoztunk, de, de volt még egy olyan találkozásunk, amikor én be akartam neki mutatni az Ervint, és mondta, hogy ne. Hmm. És szerinted miért nem akarta? Neki hát, ez lehet, hogy egy örök Mert ez az mindkettőnknek az egy nagyon-nagyon nagy szerelem volt, és uh, hát amikor az ember 18 Persze. éves... Apa belegondol egyébként az ember, én szeretek azon eljátszani, hogy mi lett volna, ha. Nyilván a te helyzetedben elég történelmi ilyetlen most azon gondolkodni, hogy mi lett volna, de akkor, ha te <laughs> nem mész el felvételizni, vagy nem jelentenek be így, hanem hazajössz, akkor te felvidéken egy feleség vagy most, Viktorni? Szerinted? Nem tudom. Imádom a gyerekeket, meg a családot, de én alapvetően egy egy, egy tevékeny, karrieris, karrierista ember vagyok. Annyit elmondtak, nem megyünk bele a bulvárba, de most már érdekel mi mi <laughs> a Hogy évetették meg a fiúkat? Nem, nem, nem <laughs> hanem, hogy, <gül> <gül> hogy nézett ki a találkozó? Megbeszéltetek mindent pár hónappal ezelőtt ilyet meg lehet beszélni tizenvalahány év távlatából? Hát, bizonyos dolgokat nem lehet megbeszélni. A legszebb mondat, amit, amit mondott nekem, nem most, hanem még, még, még miután szakítottunk, szerintem egy év, valahogy úgy a környékén, hogy az a legrosszabb, és ez szerintem gyönyörű mondat az egy férfitól, hogy nem fogom látni, hogy minden reggel, hogy választott ki a ruháidat, hogy mit hmm. veszel fel. Hát a szívfájdító Igen, mondat. igen. És ez soha nem felejtem el, hogy igen, -e? mm. igen, ez egy szép mondat. Ez egy nagyon szép mondat, hát nagyon szeretett. Vagy szeret is, de hát ne, ezt már... Most boldog párkapcsolatban, pár igen, úgyhogy nagyon úgy találkoztunk, mint barátok, és, és hát az idő tényleg, tényleg nagyon nagy úr. Na, egy utolsó témát válaszunk. <laughs> Mi az, egy különbejáratú főnök? Különbejáratú főnök, te azt mondtad, hogy neked van egy Istened, akivel te nagyon eleven és élő párbeszédet folytatsz. Igen, van. Az azt jelenti, hogy vallásos vagy. Igen. Ez neveltetésből fakad, vagy volt egy pontja az életednek, amikor úgy döntöttél, hogy keresel egy ilyen? Neveltetésből, neveltetésből meg te vagyok keresztelve és bérmálva is, igen. Uh -huh. Hát, ami nekem a legfontosabb, ami a hithez kötődik, az nem az egyház, hanem az György Ferenc lelkiatja, akit elmentem meglátogatni az anyukámmal múlt nyáron, mert már nem nagy szétényben, pap, már nagyon régóta. De neki köszönhetem a hitemet, uh -huh. azt, hogy, azt, hogy hiszek Istenben és falun, tényleg sokszor nincs más, csak a szappanoperák, meg a jó Isten. Igen. És én azt is tudom, hogy az én családomban is hány olyan ember, főleg nő van, akik, akiknek a mindenük az. Hogy az édesanyám olyan betegségeken van túl, hogy és az édesapám is, hogy mind a ketten a második életüket élik valójában. Holott nagyon fiatalok, 55 évesek, de nagy tragédiák történtek majdnem. Uh -huh. És, és ezt egy fejjebb valónak a segítségének tudod be, hogy ez így alakult? Én, én, én tudom, és azt is tudom, hogy hogy az anyukám mennyit imádkozik, és, és nagyon fontos, hogy neked legyen, neked, neked legyen vala, valamit, valakid a gondviselés, az, hát annál boldogabb érzés, mint amikor nem kapok meg egy szerepet, és csak tíz percig idegeskedem, hogy miért, mert utána azt beszélem meg, az Istenemmel, hogy, hogy örülni fogsz, ne félj, mindjárt ki fog derülni, hogy miért nem te kaptad, és hogy miért jó, hogy nem te kaptad. Uh -huh. És ennél nagyobb adomány, mint hogy nekem van egy ilyen nyugalmam, hogy meg fogom érteni. Tudom, hogy meg fogom érteni. És mindent meg fogok érteni, hogy mi miért történik. Van, amikor hosszabb idő betelik, de, de tudom, hogy, tudom, hogy valaki vigyáz rám. Hát maradjon ez így sokáig. Apukának meg mond, hogy leszel a szavakon mondja, hogy most utóbbi időben eltűntél, majd nézze meg ezt a <laughs> Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.